Hello, hello, sziasztok, Barom Gáldrosz vagyok, és ebben a videóban a Skyrim-ot fogjuk kipróbálni. Ugye itt van nálam a kis lemezke, nézzük is meg. Start a new game, ez kell nekünk. Oh, sorry. Hello, 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 hello. Nézzük meg hátulról. Bethesda Game Studios. Presence. Hát azért már feltelepítettük, azért csak tudjuk, hogy milyen játékról van szó, nem? Hello. Azt nézd. Ultra high grafikon van. Az detektálta. Igazából elvileg teljes mértékben rendesen kell futnia. Legalábbis illenék neki. Na. Itt vagyunk, ugye bevittek minket a határól, itt van a lázongó Stormcloak csóka, és visznek be minket kivégezni, gyakorlatilag ez a lényege. Találkozunk a kivégző spotnál. Hello! Szerencsétlen, tehát lelevik. Azt nézd! Melyik kellett közelíteni? Semmelyikkel. Ezekkel nem úgy tűnik. Már nem emlékszem. Sajnálom a kurzort, hogy ott van, nem tudok vele mit csinálni. Ha kialtabozok, hogy elkezdjem felvenni a videót, akkor megjelenik a kurzor valamilyen oknál fogva. Who are you? Hello. Nos, gyorsan meggenerálom a karaktert, ugye vannak, itt vannak az alapkarakter, ment a race-ek. Argonian, Breton, Dark Elves, High Elves, Imperial, Khajiit, Nord. Egy kicsit hosszabb idő volt betölteni. Ork, Redguard és Wood Elf. Szóval, ugye mindegyiknek megvan a maga race-je, miben jó, miben rossz, miben egy kicsit erősebb, miben jó, és hát ugye az, hogy milyen spelleket tud használni, hogy milyen plusz kiegészítő képességei vannak. Ugye mindegyiknek megvan a maga erőssége, például az argóniainak sok ideig tudnak a víz alatt lélegezni, ha jól emlékszem, meg ellenállóak a mérgekkel szemben, meg ilyenek. Tehát a high elfek jól mágiáznak, viszont rosszak mágiával szemben, tehát hasonló típusú dolgok, úgyhogy egy pillanat múlva találkozunk is. Hát, készen vagyunk, nem lett a legszebb nő, de nem is lett olyan súlya, mint a Falloutban. Ilyen casual cica lánynyal leszünk. Ert megnyomva finish and name your character. Baron Galdross. Accept. You from Daggerfall, Breton? Daggerfall. Fleeing from some court intrigue? Captain, what should we do? She's not on the list. Nem vagyunk a listán. És ez a paraszt ember pedig azt mondja, hogy attól féltnek, ki fognak minket végezni. Ugye a játék grafikája eszméletlenül szépen néz ki, tehát hogy tényleg nagy bejárható területe van, azt hiszem most nem is tudom, nem, most még nem tudjuk megnézni a mappot szerintem. Mindegy, nagyon nagy bejárható területe van, ugye ebbe az editionbe benne van mind a három kiegészítő, úgyhogy lehetetlen sok content van a dologban. Hát ezt szerintem már mindenki látta, aki Skyrimozott, a lényeg, hogy le akarják vágni a fejünket, de nem sikerül, mert jön egy sarika, ugye, és utána menekülni kell, találkozunk a menekülés színnél. Oké, itt már rohangálni kell. Na, gyerünk, gyerünk, vágd el. Vagyis még nem vágják? Jó, hát akkor húzzunk. Én igazából már rettentően sokszor játszottam végig ezt a játékot, szóval... És fejből tudom, hogy mi hol fog történni, meg mit, hogyan kell, de ettől függetlenül még mindig eszméletlenül nagy élmény egyébként. Azért a Skyrim egy ilyen mérföldköve volt ennek a... ennek az egész játékiparnak, és... azért meg kell jegyezni, hogy nagyon-nagyon szép. És... hát olyasmi, mint a Morrowind akkoriban nagyon nagyot ütött. Az Elder Scrollok ugye eleve. Úgyhogy tényleg, és a kiegészítőkkel együtt tényleg nagyon-nagyon jó kis érdek. Oh, hello. Hát az... ott egy sarika. Nézzétek, itt a mágusok lövik. Na, majd meglátjuk, hogy én mennyire fogok tudni. Még nem döntöttem el pontosan, hogy mivel legyünk. Pontosan, hogy milyen... beállítottságú mágus, harcos, rózs, ilyesmi, de akkor lehetséges, hogy a bevett taktikát fogom alkalmazni, magyarul minden egyszerre.
Na itt el kell dönteni, hogy melyik irányba megyünk, a Stormcloak-ok vagy az Imperialok felé. Megyünk az Imperialok felé. Na, nézzük. Ugye nagyjából az irányítás ugyanaz, mint a Fallout esetében, VASD-vel mozgunk, E-vel használjuk a tárgyainkat, E-vel használunk dolgokat, tabban nyitjuk meg az inventory-t, azt hiszem, ha jól emlékszem, legalábbis én tabra állítottam, nem emlékszem, hogy pontosan mi az alapbeállítása. Na nézzük. Igen, igen. Vedd le, hello, vedd. Jó, elvágja a köteleket a kezünkről, végre tudunk. Igen, tabbal kell. Itt láthatjuk a skijeinket, amiből van egy jó pár. Ezeket majd mind átvesszük, hogy ezek pontosan mik. Mindegyik valamilyen csillagöv alá tartozik. Ugye a mágusok kékek, a harcosok pirosak, a zöldek az ilyen roachos dolgok, meg kereskedés, meg ilyesmi. Itt láthatjuk a mágiainkat. Hát itt megnézzük az alt. Itt van. Dragon skin azt hiszem az, amit kapunk hogy hívják tal? Azért, mert Bretonok vagyunk, tehát a Rassialünk. Itt vannak az itemjeink. Itt egyelőre semmi nagy kuncunk sincsen, és itt a map. Igen, igen, tudom. Nekünk nem a local map, hanem world map. Na, szóval elég nagy a bejárható terület, ahogy láthatjátok. Itt vannak a ilyen bejelzett területek, amik ilyen nagyvárosok, de egyébként ekkora a terület. Nem tűnik olyan iszonyatosan nagynak, de majd látjátok, hogy elég lassan lehet haladni rajta. Mi is a gyors router, igaz? Hát most felöltözünk az alap cuccokba, szerintem itt most mágiát fogunk használni. Itt van egy pár kezdő dolog, amit érdemes levenni itt a falról, meg elrakni. Még egyszer bocsánat a kurzorért egyébként, lehet, hogy zavaró lehet az egyeset meg. Nem próbálom legközelebbi végigjátszásra megoldani. Jó. Ez is megvan. Jó, akkor gyorsan kilútoljuk a szobát. Jó, rendben, és akkor haladunk tovább. Egyébként mágiánk az most már van. Ugye úgy, hogy lássuk. Oké, szóval kintottuk mind a hármat, három dolgot, úgyhogy nézzük. Gyorsan felveszem a mágus ruhát, mert az még jól jöhet. Azt nézem, hogy ez kell nekünk, ez, és. Hát igazából ezek mehetnek ránk egy kis kiegészítőnek. Illetőleg bookszokba itt a Sparks, amikor érdemes megtanulni, meg átrakom a másik kezembe a fegyót, mert nagyon idegesítő, hogy nem jobb klikkel, bár bal klikkel is lehet. Ja, hogy csak bal... Jó. Pillanat. Szóval így. És akkor legyen mondjuk az... Így. Jó. Szóval... igen, itt még lesznek olyan helyek, amit ki lehet nyitni, például ez. Opa. Ez egybe beletört. Szóval ugyanaz a nyitási mód szerint a Falloutban, mint a Morrowindben, meg ezekben. Gyorsan ki is nyitjuk, ugye extra XP-t kapunk, mindent próbálunk úgy csinálni, hogy extra XP-kkel tudunk szerkolni, mindent próbálunk maximálisan kimaxolni, hogy tényleg jók legyünk. Itt van egy kis arany, azt hiszem többnál nincs, igen, nincs. Át kell állítani, level 2-en, amint kijutunk, átállítom legnehezebb fokozatra. Aztán megnézzük. Igen, itt nincs semmi, tovább menve semmi. Jó. Igen. Itt lesz egy medvó. De a medvót azt kinyírjuk a gecibe. Tehát nem szórakozunk ezzel, de ez meg kicsit később van szerintem. Igen. Igazából ilyen nehézségi fokon nem kell attól megijedni, hogy bármi nem lesz. Jó, rárakjuk a dotot. Jó, stamina low, nem baj. Azt nézem, hogy hát elveszünk mindent, aztán most már lassacskán, nem? Még az így kell. Oldalra csalinkával nem nagyon tudnak eltalálni. Oh. Hát ez fájhatott. És vesemasszás kardocskával. Apokum túra más néven. Igen. Jó. Egész gyorsan haladunk, tehát most nem fogok itt szórakozni, mindenki eldönti magába, hogy gyorsan vagy lassan kéne haladni. Én szeretek gyorsan haladni, főleg itt az elején nagyjából mindenki ismeri ezt az egészet, úgyhogy nincsen velem túl sok dolgunk. Amit meg itt érdemes tudni, hogy itt balra fordulva találunk még egy kis monét, meg...
meg egy Minor Potion, hát hogyha valakinek ez kell, apá, lerúgtuk onnan. 8 arany, igazából sokra nem megyünk vele, de na, a legkisebb is számít. Szóval, nézzük, itt is van egy kis money. Mi nem csalunk. Na! Ha. Minden egyes játékban kell, hogy legyenek pókok. Tehát ez ilyen törvényszerű. Utálom őket, úgyhogy gyorsan megáramozzuk. Bárcsak a való életben is így menne, nem? Megfogod ott egy emberke. Vagy hát nem emberke, pók, persze. Emberre nem használnám. Szóval ott egy pók, aztán megfogod, leáramozod a geszibe a falról, aztán... Ennyike. Jó, itt ezeket a egeket itt ki lehet lootolni, igazából túl sok haszna nincsen. Mindenki eldönti magában, kell vagy sem. Közben eszem a hajamat, nem baj, finom, nem. Na, itt a medvó, aki ellen igazából itt tanítják meg, hogy lopakodni kell, de... Túl sok haszna nincs. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de hogyha ebbe beleálltok, akkor kilövi. Figyeljétek? Van egy ilyen érdekes dolog. Basszus. Odaadták a bowl-on. Hát akkor ledobjuk. Erre dobunk le, akkor ezt ledobjuk. Igen, még egyet ledobunk, aztán jó. Jó, a bear-t azt egyszerűen csak itt távolról megcsapogatjuk. Hopp, nyugi. Azt nézd, hogy megáramoztuk. Szerencsétlen. Itt elvileg itt tanítja meg, hogy kell lopakodni, de na. Itt ellentétben a Fallout-tal itt nincs olyan, hogy XP-t kapsz a killekért, ellenben ugye ezek a készségpontok fejlődnek, ezáltal kapod a szintet. Itt van egy level up. Ezt gyorsan meg is nézzük. A lényeg a történetnek, hogy három fő értékünk van. Három. Van a mágia, a HP és a stamina. A stamina igazából csak arra jó, hogy tudjunk futni, meg minél többet ütni, hogy ne fogyjunk ki a lélegzetből. Ez az állóképesség. A health az a maximum életünket növeli meg, a magicka meg a maximum manánkat növeli meg. Nekünk nem kell HP igazából, nekünk magicka kell. Az első dolog, amit ki fogunk fejleszteni, ez a speech. 10%-kal kevesebb jobb árakért tudunk venni és eladni. Ez nagyon-nagyon hasznos, főleg a játék elején, minél hamarabb fejlesztük ki, annál jobb. Ugye ezek a csillagképek, ahogy így fejleszgeted, úgy alakulnak ki a különböző csillagképek, láthatjátok, tök menő egyébként, ez akkor is nagyon tetszett, amikor elkezdtem a játékot. Illetőleg, amit érdemes ezzel kapcsolatosan tudni, hogy ezek ilyen kis mini talentágak, amiben ugye lehet fejleszgetni. Igazából ez is egy nagyon jó megoldás, mindegyiknek megvan a maga csillagképe, mindegyiknek megvan a maga erőssége, hátránya, úgyhogy igazán jól össze van rakva ez a része is a játéknak egyébként. Úgyhogy altalt futtok egyébként, ezt sokan nem tudják, úgyhogy gondoltam, megjegyzem, hogy az alt lenyomásával tudunk futni, ez egy hasznos dolog, tehát érdemes ezt csinálgatni. Eznek az első videónak a vége a magánál az első város beérténél lesz. Mert ugye az a legfontosabb. Így néz ki egyébként a táj maga, tehát hogyha megnézitek, azért elég impozáns. Ott repül a Sharakan. Jó, Advard, nyugi. Igen, ugyanúgy vannak ezek a beszédopciók, minden. És hát így néz ki. És ahogy elkezdjük a játékot, az egész nyitott, de azt csinálunk, amit csak szeretnénk. Ugye van rengeteg küldetés, igazán jó a Skyrim, szóval egy tényleg nagyon-nagyon prémium játékról beszélünk, ami nagyon-nagyon sok időt... Időben nagyon sok szórakozást ad, tehát akár több 100-200-300 órát el lehet ezzel szórakozni. Én mondjuk többet szórakoztam el vele, de hát ez ilyen személyes dolog. Ugye ugyanúgy, ahogy a Falloutba itt is fel lehet fedezni a területeket, gyors utazni is lehet, tehát ezekhez a single player-es RPG-khez képest ugyanúgy működik, tehát a működési mechanizmus nagyjából ugyanaz. Ugye itt még annyival kitágul, vagy ki megy a kis dolgunk, hogy itt még pluszba tudunk alkimiát, bizonyos szakmákat, például alkimiát űzni. Most itt egy bandita van, ezt gyorsan megcsapkodjuk. Azt néz, hogy leszúrta. Hoppá. Hát úgy nem tudom, úgy appendixét ott megsimogattam. Most valamiért nem tudom ki a végre. Search, jó.
Az irányítása roppant egyszerű, és mondom, nagyon-nagyon élvezetes, van egy csomó döntés is benne, vannak ilyen klánok, csoportok, meg hasonlók, mint például a Dark Brotherhood, meg a Mágus klán, meg ezek, amikhez mindenképpen fogunk csatlakozni. Úgyhogy igen, illetőleg van itt a játék elején egy ilyen kis kő, amit érdemes, egyébként így le tudjuk szedni a virágokat, tehát így a random virágokat, abból pedig potion-öket tudunk gyártani. Szóval itt van Mage Stone. Those under the sign of the Mage Stone will learn, ezek a gyorsabban fogunk tudni tanulni mágiákat, ezt ugye kifejlesztük, és akkor ez így bejelződik nekünk. Tehát akkor aktívan ez az effekt lesz, ezt le lehet cserélni a játék bármelyik szakaszába, egyébként más és másra, szóval nem kell arra gondolni, hogy bármi gond lesz ezzel kapcsolatosan, hogyha az elején kiválasztjuk ezt. De lényeg az, hogy elég nagy erőt ad. Illetőleg gyorsan átállítom. Szerintem a settings-be van, nem? Igen, gameplay talán. Difficulty, adept. Legendary, ott van. Beadta a legendary-t. Mostantól legendary erősségen fogjuk vinni a játékot. Az azt jelenti, hogy nagyjából minden elől kell futnunk, mert iszonyatos... Sajnán erősek lesznek a dolgok. Egyébként horgászni is lehet, legalábbis a szó azon értelme, hogy becsobbansz a vízbe, aztán így elkapod, mint Gollám a halakat a gyűrűkurával. Hát igen, igen, vannak ilyenek. Mindenesetre egy jó pénzszerzési lehetőség az az, hogyha az ember a növényeket összegyűjti, abból később potion-öket, ilyen kis főzeteket csinál, vagy főz. Ez egy nagyon-nagyon jó módszer arra, hogy pénzt keresünk, úgyhogy ezt fogjuk is csinálni, mert itt ugye legendary módban eléggé nehézkes a haladás. Szóval azon értelemben, hogy szinte minden megöl minket. Úgyhogy muszájuk vagyunk minél gyorsabban pénzt szerezni, mivel ölésre nem tudunk, ezért így kell. És akkor majd a jó cuccok segítségével simán meg fogjuk tudni csinálni a dolgokat, úgyhogy... ez mi volt? Ahó. Valami furcsát hallottam. Ja, csak mi így. Na. És itt is vagyunk Riverwoodban. Ugye ez a kezdő város, itt fogjuk abba hagyni a játékot, ide kellett jönni. Ez a végigjátszásnak az első része, egyébként ezek a kebicseket ki lehet lootolni, csak úgy szólok. Szóval ez a végigjátszásnak, ezek túl nehezek vagyunk. Ez a végigjátszásnak az első része. Itt egyébként van silver... Ja nem, majd csak később lesz ide ingotok rakosgatva. Lehet bőrnyúzást is csinálni, páncélokat... kovácsolni, meg ilyenek. Úgyhogy... Igen, segít nekünk. A csóka is itt kapunk egy kis ágyat, meg ilyen kezdő dolgokat, és itt el tudunk adogatni dolgokat. Ugye mi is eladjuk a két kezeseinket, mert igazából nekünk ilyesmire nem nagyon van szükség. Semmi értelmét nem látom, úgyhogy ezeket eladtuk. Illetőleg ezek a nagyon-nagyon sok kiegészítő ruha sem nagyon kell, úgyhogy ezeket is gyorsan kidobjuk. Úgyhogy igen. Na, hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a játékot és ezt a videót. Tényleg nagyon-nagyon jó játékról beszélünk, nagyon szép, és egy csomó minden van benne. Bár egy pár hülyeséggel rendelkezik, mint például dobozt tudunk az emberek fejére rakni, és így nem veszik észre, hogyha kilútoljuk őket, meg hasonló. De egyébként a játék szép, tényleg van egy hangulata, és megvan az előnye, hogy nyílt világos és döntéseink vannak, és tényleg nagyon ott van a szeren. Úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és akkor a következő végigjátszást folytatjuk is. Mondjátok el a véleményeteket a Skyrimról, hogy tetszett nektek ez a videó, illetőleg maga a játék, hiszen ez egy mérföldkő volt a játékiparban, és úgy eleve szerintem úgy, én legalábbis a magam nevében nyilatkozva, én nagyon-nagyon szeretek így time-to-time visszajönni, és úgy magamba szívni ezt az experience-et, ami ez a játék ad nekünk. Úgyhogy én Baron Galdros voltam, vagyok és leszek, és köszönöm szépen még egyszer. Hello, 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 csácsá, hello, hello, aludjál, aludj.